Már kora délelőtt tele volt hétfőn a vizes játszótér. A gyerekek egyenesen imádják a hűsítő játékokat, ami a képeken is jól látszik. A Bente testvérpár például azt is elárulta, hogy sokat szorra vannak a vizes játszótéren. Úgy negyedszer, ötödszörre, azért mivel hát ez ilyen egyedülálló ilyen vízi játszótér, ami ide egy csomó mindent lehet csinálni. Például ott a kakassa lehet lespriccelni magad, meg ez hát nagyon jó ez a hely, ez biztos. Neked miért tetszik? Nekem azért, mert itt van ilyen árok, amiben van több víz, és már a hubával mi azt már megoldottuk már sokszor, hogy abba folyjon mindig víz. Ötödjére, hatodjára. És mi tetszik benne ennyire, hogy ilyen sokszor visszajössz? A kakas. Miért jó a kakas? Mert azzal mindenfelé lehet spriccolni a vizet. Arra a kérdésre azonban, hogy kinek miért tetszik Győr egyedülálló parkja, sokféle választ kaptunk. Azért szeretem a vízjátszótéret, mert itt nem messze van egy gödör, és oda bele lehet menni, és nagyon sok benne a víz. Én azért szeretem a vízjátszót, mert mindig olyan hűsítő a nyáron, és annyira jó móka. Én azért szeretem a vízjátszóteret, mert nagyon... Én szeretem a vizet, és minden víznapján ide szoktunk jönni a családommal. Ilyen hőségben nincs is jobb hely, mint a strand, vagy épp a Bizinger sétány ezen csücske, ahol mindenki fantasztikus élményekkel lehet gazdagabb. A gyerekeken kívül a szülők is csak jót tudnak mondani a parkról, melynek híre messzire száll. A felnőttek közül ugyanis többen most először vannak itt a kicsik unszolására. Igazából először vagyunk itt, még nem voltunk ezen a játszótéren. A barátaink invitáltak ide, azért jöttünk. És mennyire tetszik? Hát az előbb érkeztünk, úgyhogy igazán tapasztalás még nem történt, de az ötlet az nagyon jó. Ebben a melegben a gyerekeket lehűti, kellemesen eljátszanak, mondjuk elég sokan vannak, de igazából tetszik. Most vagyunk itt először, de a gyerekek miatt jöttünk el másokat szorra, illetve az ő unszolásukra jöttünk ide, mert nagyon jókat hallottunk, hogy nagyon szeretnek itt sokat pancsolni, meg hűsölni most ebbe a melegbe, úgyhogy azért jöttünk igazából. Úgyhogy várjuk, mert már nekünk az első alkalom, de ők már nagyon kis beavatottként mozognak itt a kis medencék, meg a kis folyók között. És most, hogy így először látod, először vagy itt, mi a tapasztalat? Visszajöttök majd, mennyire tetszik, mennyire tartod jó ötletnek? Nagyon jó. Én inkább azt szeretném, hogy még nagyobb legyen, meg még több ilyen legyen esetleg Győrben, mert azt látom, hogy mindenki nagyon élvezi, és nagyon szeretik a gyerekek a pancsolást, úgyhogy abszolút bővünk még biztosan. A folyók városa épp úgy, mint a vizes játszótér, visszavárja vendégeit. A hűsítő játszótér a nagy fák árnyékában a mini folyókkal további látogatókat vár, akik biztosan csodás emlékekkel térhetnek majd haza.